Szevasztok, szevasztok, köszöntelek itt a Konzolok Szerzője csatornán, a Mester vagyok, és ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy idén karácsonyra, most vagy jövőre megéri-e még PlayStation 4-et venni bármelyik konzolt, hiszen nagyon sokan kérdeztétek, hogy megéri-e még venni, vagy várjuk meg az új generációt, és akkor majd azt vegyük meg, hiszen mindjárt itt van, minek vennék elavult gépet, de most egy. A játék konzoloknál ezt az elavulási időt ezt nem kell ilyen nagyon szigorúan venni, hiszen a PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro még mindig egy nagyon erős gép. A PlayStation 4 Pro pláne, ugye 4K képes konzolról beszélünk, és még mindig jönnek ki olyan játékok PlayStation 4-re, Pro-ra, S-re, akármire, amik még leteszik az álladat a helyéről, illetve leteszed tőle a hajadat, hiszen jön még a Last of Us Part 2, jön még a Ghost of Tsushima, és most jött a Death Stranding, és olyan exkluzív garmadával áll elő a Sony, visszamenőleg, ha még nincsen PlayStation 4-et, hogy már azokért is érdemes beszerezni egy gépet, hiszen ezek már nem olyan drágák, mint megjelenéskor, hiszen olyan játékokkal tudsz játszani, mint például a Gran Turismo, Days Gone, God of War, és akár a Death Stranding. A Death Stranding elég megosztó lett, teljesen mindegy, most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ilyen játékokkal vagy képes játszani ezen a gépen, és ott van a Spider-Man, a Horizon Zero Dawn, a csomó exkluzív, ami csak PlayStation 4-re elérhető. És ott van a Playlink-es játékok garmadája, amikből még jönnek, amit tudsz a telefonoddal irányítani, és hatalmasan nagyon jó parti játékok. Valamint, ha megfontolod egy PlayStation 4 vásárlását, akkor a konzolok közül az egyetlen olyan konzolt választod, ahol van VR élmény, és vehetsz hozzá PlayStation VR sisakot, ami tényleg, tehát nem drága a PlayStation VR, nem drága, és olyan játékokkal tudsz rajta játszani, mint a Wolfenstein Cyberpilot, és jön az Iron Man-es játék, valamint most jelent meg a Doctor Who játék is, és van Angry Birds-ös játék, meg mindenféle játék van rá, úgyhogy fantasztikus. Man of Medan-t azt akartam még mondani, meg az Until Dawn-t azt is tudod játszani, és csupán csak PlayStation 4-en érhetőek el ezek. Úgyhogy ha azt kérdezed tőlem, hogy megéri-e PlayStation 4-et vásárolni, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan, ha még nincsen PlayStation 4-ed, akkor nyugodtan vágjál bele. Bármi más konzolod van, egy PlayStation 4-et nyugodtan vegyél be a Vandába, és ezeket az exkluzívokat igazi gamereknek kötelező, házi feladat végig játszani ezeket, mielőtt tovább megyünk. Hiszen a multiplayer címek ott vannak rajta, Call of Duty, új Call of Duty natívan támogatja az egérbillentyűzet használatát, úgyhogy nem kellett aggódni, hiszem a Fortnite is ilyen, van Battlefield-öt is rajta, tehát minden megtalálható rajta, ami Samsung-nak ingere, és ezek az exkluzívok teszik igazán vonzóvá a platformot. Kontroller is van, van benne mozgásérzékelő, ez is teljesen jó, a gép maga jól néz ki, a Slim is, a Pro is, és akkor elérkeztünk oda, hogy jó, oké, érdemes venni, de melyiket vegyem? Vegyem a Slimet, vegyem a Pro-t, keressek egy régit. Na most, ha már vásárlásra adod a fejed, akkor meg kell nézned az igényeidet. Van-e otthon egyáltalán 4K TV-d? Ha van, akkor egyértelműen tűnik a válasz, PlayStation 4 Pro-t kell venned, hiszen a 4K megjelenítőt kihasználni képes PlayStation 4 Pro, sokkal szebbek a játékok, gondolhatnánk ezt. Viszont, ha Full HD-s TV-d van, és te úgy gondolod, hogy majd egyszer lesz 4K-s TV-d, nyugodtan vedd meg a PlayStation 4 Pro-t, hiszen a teljesítmény növekedés ott is grafikai effektekben tetten érhető, hiszen be tudod állítani, hogy 4K 60 FPS-t szeretnél, vagy 4K 30 FPS-t grafikai effektekkel, mindenfélével egyetemben, vagy te a nagy FPS számot szeretnéd, és a nagy felbontást, vagy kis felbontást, stb. Minden játéknál ezeket be lehet állítani. Úgyhogy, ha úgy gondolod, hogy neked kell a 4K-s élmény, tudjuk, hogy nem minden játék natívan 4K-s, sőt a legtöbb nem natívan 4K-s, hanem egy ilyen checkboard felskálázós technológiával, ami egyébként tök jól működik, úgy skálázza 4K-ra a játékokat a PlayStation 4 Pro. A PlayStation 4 Slim pedig egy nagyon pici, nagyon letisztult,
Nagyon jó teljesítményű kis konzol, Full HD, Full HD alatti tévékre nyugodtan hozzá lehet csatlakoztatni. Monitorokhoz is, hiszen valami kikérdezte, hogy én hogy játszok monitoron. Hát úgy, hogy HDMI-vel a monitorhoz is össze tudod csatlakoztatni, úgyhogy ezzel nincs is probléma. Ezekkel már tényleg nem lesz gond évekig, és jellemzően a PlayStation 4 gépek, legalábbis nekem volt több is, és volt nálam több is, volt az első PlayStation 4 FET, azt már nem ajánlom, használtba tudod megvenni, zajosak, tényleg, hogyha mondjuk betennéd a Death Stranding-et, vagy bármelyik új játékot, mikor megindul, akkor tényleg nagyon zajos, tehát, hogy így a lakásba fölébred mindenki, mint egy, mikor egy porszívó beindul, nagyon-nagyon zajos, nyilván ki kell takarítani ezeket. Az új gépek viszont teljesen csendesek, a PlayStation 4 Pro is klasszisokkal csendesebb, mint a premier-kori PlayStation 4-en volt már évekkel azután. Úgyhogy én azt mondom, nyugodtan tessék bezsákolni a PlayStation 4-et karácsonyra, mert egyrészt tényleg tök szórakoztató, hogy a család is tud játszani. Nem kell 6 kontroller, mert 6-an tudjátok nyomni mondjuk a Knowledge is Power-t, ami egy tök jó játék, egy quiz műsor, érted, és akkor karácsonykor nem nyomná egy quiz műsort a család a magyar felirattal, magyar nyelven, ugye a Knowledge is Power magyar nyelvű, a Man of Medan az nem. Az mondjuk nem, de van egy csomó olyan játék, ami magyar felirattal érkezik. Nézd meg a Death Stranding-et! Mit gondolsz, milyen felirata van? Mi? Magyar felirata van, hát a magyar felirattal érkeznek az exkluzívok, és még a nyelvi akadályok sincsenek meg. Szerintem, hogyha most akarsz PlayStation 4-et venni, ne habozzák karácsonyra, tökéletes ajándék. És ezt most nem a reklámért mondom, meg nem azért mondom, mert fú, most vegyél tőlünk PlayStation 4-et, hanem azért, mert nagyon sokszor kérdezitek tőlem, és nagyon sokszor kérdezik akár az utcán, bárhol, akárhol, hogy megérjen még megvenni egy PlayStation 4-et, ha jön az új. Ha jön az új, nagyon sokáig lesz egy ilyen cross-gen játéki generáció, ami meg fog jelni még PlayStation 4 Pro-ra is, és PlayStation 5-re is, úgyhogy ezáltal ettől nem kell félni, hogy játék nélkül maradsz. No, köszönöm szépen, hogy itt voltál, ha megnézted, ha tetszett a videó, durrancs egy lájkot, és írd meg, hogy van-e neked PlayStation-en, és ha igen, mikor vásároltad, mikor volt az időpont, amikor azt mondtad, nekem kell egy PlayStation 4, hey! Oké, legközelebb találkozunk, szevasztok! Fókuszt az ujjamra. Az ujjam hegyére. Hogy teszem az ujjam hegyére a fókuszt? Figyelj.